Kezd a nyarat véradással. Ezzel a mottóval indította a nyári véradó kampányát a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete. A korlátozások fokozatos enyhítésével folytatni tudják a kiszállásos véradások lebonyolítását. Pénteken a Heinekenben várták a véradókat, az akcióhoz több híres miskolci zenész is csatlakozott. A szervezet azt szeretné elérni, hogy a megyében hetente 350-400 ember nyújtsa karját, hogy segítsen. Miskolc kedvelt romkocsmájába a Heineken beérkeztek a Sky Fanatic tagjai. A fiúk ezúttal nem fellépésre jöttek. Most a segítségnyújtás volt a cél. Nahaj Péter az együttes énekese először ült be a székbe vért adni. Korábban ugyanis erre nem volt lehetősége. Igazából sosem tudtam vért adni egy gyerekkori szívműtétem miatt. Nem volt lehetőségem rá, viszont nagyon örültünk a zenekarral ennek a megkeresésnek, hogy úgy gondoltam, hogy akkor most itt első véradóként én is megjelenek, és hát el is kezdődött, már csapolnak is. A Sky Fanatic mellett a Bíbor Szél, a Zenemi és Jancsó Dóra is a jó ügy mellé állt. Számomra nagyon-nagyon fontos az egészségügy. Nálunk nagyon-nagyon sok orvos és egészségügyi dolgozó van a családban, úgyhogy kis gyerekkorom óta nálunk ez fókuszban volt, úgyhogy én szívügyemnek érzem bármilyen fórumon, akár legyen ez női szemmel a Merrák, bármilyen fórum, amivel én segíthetek, vagy tulajdonképpen a kampány mellé állhatok, nagyon boldogan teszem, őszintén, mert ez szívügyem. A rendszeres véradók mellett a kezdeményezéssel a fiatalabb korosztályt is szerette volna megszólítani a Vöröskereszt megyei szervezete. A járványhelyzet miatt ugyanis az elmúlt hónapokban kevesebben adtak vért, a nyári időszakban pedig a tapasztaltak szerint egyébként is csökken a véradási hajlandóság. A szervezet azt szeretné elérni, hogy a megyében hetente 350-400 ember nyújtsa karját, hogy segítsen. Miskolcon a következő véradás a házasságkötőterem aulájában lesz, június 23-án 11 órától.